Ezen a felvételen egy tüdőrákos elváltozást mutat dr. Szabó Péter, pulmonológiai osztályvezető főorvos. Az összes beteg mindössze 40%-ánál jelentkeznek a tüdőrák hagyományos jelei, a légúti panaszok, véres köpetés, köhögés. Magyarország az egyik negatív példa a tüdőrák gyakoriságát illetően. A nemzetközi adatokhoz viszonyítva a legrosszabb adataink vannak Magyarországon, viszont abszolút számot tekintve nyilván a tüdőrák az nem a leggyakoribb megbetegedés. Tehát az összes megbetegedés száma, tehát az összes betegeknek az összes száma egyében jelenleg 22 ezer, ez a prevalenciája a tüdőráknak. Az új betegeknek a száma évente most körülbelül 4-5 ezer körül van. Ennyi új beteget fedeznek fel. Nyilván egy szívkeringési vagy neurovaszkuláris megbetegedés sokkal gyakrabban fordul elő ehhez képest, viszont a tüdőrák sokkal rosszabb prognózisú megbetegedés. A tüdőrák tüneteit és jeleit nem mindig lehet felismerni. Sokszor panaszmentes a betegség, és csak véletlenül kerül felfedezésre. Az is jellemző, hogy más tünettel keresik fel az orvost a betegek. Ez gyakran mozgásszervi, ízületi probléma vagy idegrendszeri megbetegedés. Az esetek nagy részében így derül ki a tüdőbetegség. Hazánkban még mindig a sebészeti beavatkozás a leggyakoribb, de a betegek egyre tovább élhetnek a betegség diagnosztizálása után. Az érintettek választhatnak többek között sugárterápiát vagy gyógyszeres kezelést is. Egy gyógyszer árát tekintve, amikor 1,5-2 millió forint egy havi kezelési költség, akkor ez érthető is, hogy aki finanszírozza ezt a kezelést, azért igyekszik megnézni, hogy hatékony lesz az illető betegnél, vagy nem. Tehát már bizonyos esetekben ezt is meg tudjuk mondani, hogy nagy százalékban hatékony lesz az alkalmazott gyógyszer, vagy nem, és ez is egy szűrési módszer, hogy mindig ahhoz jusson el a gyógyszer, akinél a leginkább hatékony. A legveszélyeztetettebbek a dohányzó 50 év feletti férfiak. Szabó Péter azt is hozzátette, az elkésett reagálásnak köszönhető, hogy Magyarországon csúcsfázisa van jelenleg a tüdőrákos megbetegedések számának, mivel hazánkban a többi országhoz képest későn hívták fel a figyelmet a dohányzás káros hatásaira.